Viki, ez már a második évad. El sem hiszem, Timi. Újult erővel ismét itt vagyunk. 2018 első kreatív percei következnek. Köszöntjük a kedves nézőket! Boldog új évet kívánunk! Kreativitásban gazdag új esztendő! Köszöntsön mindenkire! Így van, kezdjük alkotással az évet. Téli dekorációk témáját folytatjuk a mai nap is, ha jól gondolom. Így van, Timi. Ezt a bűbályos téli dekorációt fogjuk elkészíteni, ami akár egy szuper asztaldíszként is megállja szerintem a helyét. Egy picit más színeket fogunk használni, és amiket felhalmoztunk a karácsonyi ajándékok készítése közben, alapanyagokat, ezeket szeretném felhasználni. Először is fessünk. Jó. Gondolom a fa alkatrészeket fogjuk lefesteni. Így van, vannak itt Timi ilyen fa fenyőfák. Igen. Ezt festjük le. Fessük le a két lámpát is. Jó. Illetve én lefestem ezt a nagy kopasz fát. Oké. Okay. Szivacsecsettel dolgozunk, akrilfestékkel. Nagyon gyorsan lekenjük a fa alkatrészeket. Ezt egy kicsit félretesszük. Okay. Ide öntök ki festéket, és akkor abból dolgozhatunk is. Kafoló mozdulatokkal, Timi, ahogy te már ebben profi vagy, befestjük a díszeket. Kapnak egyébként ezek a díszek még valami más színt is, vagy hófehér marad az összes? Hát a hófehér lesz a kiinduló szín, aztán világos kéket, jégkéket hoztam még, ugyanis azzal zártuk az évet. Így ezzel nyitjuk az évet. Így van, reméljük sokan elkészítették a világító fali képet, és akkor tök jól fog hozzáilleszkedni ez az asztali dísz. Már picit más stílus, de színeiben összhangban lehetnek. Tehát akkor fa alkatrészek fehérek. Most ezt félre tesszük száradni. Igen. És jól sejtem, hogy a hungarocél alapra lesz szépen szükség. Így van. Mindjárt összeragasztjuk. Két ilyen alapot hoztál. Miért kettő? Hogy vastagabb legyen. Hogyha megnézed a prototípust, akkor az is olyan szép vaskos, az egy szép alapot biztosít az egésznek. Értem. És nem kell lefestenünk, hiszen fehér és hungarocell. Nem, mintha sok látszódna belőle, amikor készen van, de igen, nem kell lefesteni. Amivel most ragasztani fogunk, Timi, az a két oldalas ragasztó, ott az a narancssárgás rózsaszínes árnyalatú. Hogy ezt választottad? Még ezt nem használtad. Mert a hungarocelt pisztollyal sokan nem szeretik ragasztani, hogy megolvasztja. Ez a kétoldalas ragasztó pedig azért nagyon jó, mert nincsen száradási ideje, nem forró, nagyon gyorsan lehet vele haladni, tisztán lehet vele dolgozni. És talán papírragasztásához is az egyik legjobb, nem? Hiszen nem gyűri össze a papírt. Igen, nagyon szeretjük, például album díszítéshez is mindig ezt ajánljuk. Ilyen vékony csíkokat vágtam belőle, leválasztom az egyik oldalt. Levágok egy picit. Mindegy, hogy melyik oldal jön le. És akkor ilyen pici mennyiség is elég ahhoz, hogy végül igen, is ez egy nagyon erős ragasztó. És ha valakinek nincs otthon éppen hungarocell, és nincs nyitva a bolt, és nem tud vásárolni magának, mi képezhet még alapot egy ilyen dekorációhoz? Nekem hirtelen mondjuk a cipős doboz jutott eszembe, ami szerintem minden háztartásban megtalálható. Az is tökéletes, vagy egy piskótas ütőtál is tökéletes, de akár a
az adventi koszorú alapokat is át lehet ám alakítani. Leszedtük a fedő rétegeket, és a két körlapot most egymásra helyezzük. Igyekezzünk fontosan, mert aztán ezt visszaszedni talán nem túl könnyű folyamat. Hát szerintem ez nem olyan nehéz a két körlapot összeilleszteni. Összenyomdossuk. És kész. Még szükségem lesz Timi kétoldalas ragasztóra, ami itt maradt nálam, úgyhogy ne keresd. Ugyanis a szallagot is ezzel rakjuk föl. A szallag rögzítéshez is nagyon jó a kétoldalas ragasztó, ugyanis nem hagy a textil szallagokon nyomot, és nagyon erősen tartja őket. Ehhez is elég lesz ilyen pici csíkokat használni. Igen. Szerintem ez a kettő, ez meg fogja tartani, igen. És az egyiket fölülre ragasztom, a másikat pedig alulra. És most ezzel a nagyon szép kék selyem szatén szallaggal, ami 5 centis, ezzel körbe ragasztjuk. Na, a következő lépés az az legyen, hogy elkészítjük a hóembert. Jó. Jó. A hóemberhez két hungarocell golyót használunk, hogy megálljon a talpán a hóemberünk. Igen. Így egy picit levágunk a hungarocell golyóból. A következő az az, hogy a fejét és a testét azt összetiplézzük, összefogatjuk, mégpedig egy hurkapálca segítségével. Hogyha a hurkapálcát bele tekertük a hungarocellbe, akkor visszakihúzzuk. Ó, és beleragasztjuk. És beleragasztjuk, hogy stabil legyen. És most rátekerjük a fejét. Ezt is ragasztod? És már majdnem kész is van, igen. És most öltöztessük föl. Jó. Csináljunk neki sapkát, sálat. Ott van az a nagyon szép türkis színű barkácsfilc. Rámérjük a buksiára a filcanyagot. Igen. Egy pár centit ráhagyunk, hogy szépen rá tudjuk igazítani. Nézd meg, milyen nagy darab filc kell rátenni. Majdnem a kétharmad része az A4-es filclapla. Ráigazítom, és akkor így egy csíkot húzok a ragasztóval. Először ráragasztjuk a buksiára, mégpedig úgy, hogy ide hátulra teszünk egy pici ragasztót. Igen. Ráhúzzuk a sapiát, aztán az arcánál fölfelé húzom, és ide a homlok részhez teszek egy kis ragasztócsíkot, és visszahúzom rá a sapkát. Most pedig a Viaszol zsinórt keresem. Igen. Itt van. A Viaszol zsinórral kialakítjuk a sapját, méghozzá úgy, hogy többször körbe tekerjük rajta a zsinót. Kicsit megigazgatjuk, hogy csinosabban álljon neki. A redőket szépen eligazgatjuk. És egyszerűen csak egy görcsöt kötünk ide. Gondolom, a sapi nem lesz ilyen hosszú. Nem, azt lejjebb vágjuk, de most is jó bőven ráhagyok, körülbelül a felét.
És akkor bevagdossuk. Hű. Igen. Most csináljuk meg a hóembernek a sálját. Igen. Ami nagyon egyszerű. Ugyanis egy körülbelül 2 centis csíkot levágok. Uh-huh. Először. Remélem, hogy ez kellő hosszúságú lesz. Jaj, de szép lesz így, hogy igen. Milyen világos kék, meg fehér. Összekötöm. És itt is majd a végeket bevágjuk. Nagyon szeretem a tűk kis kéket. Ha egy kicsit meghúzogatjuk a filcet, akkor így lehet kicsit alakítani a rojtokat, olyan, mintha fújna a szél. És csak. Szuper. Kész a sál is. Viszont a sapkával nem vagyok maximálisan megelégedve. Milyen? Így az jutott eszembe, hogy ide tegyünk zsenília drótból ilyen kis prémet tegyünk neki. Innen hátulról ragasztjuk. Nagyon kis pöttyöket vagy csíkot húzok a ragasztópisztollyal. És szépen a filc szélére ráigazítjuk. A zsenília drótot én nagyon szeretem. Egy nagyon olcsó alapanyag, és nagyon sokféle dekorációhoz lehet használni. És akkor itt pedig egyszerűen csak elvágjuk. Az jó ötlet volt. A hóembernek egy jellegzetes darabját fogjuk most feltenni, mégpedig a répa orrot. Miből készült ez a pici? Ez egy papírmassé répa. Ezt a zöld részt ezt levágom róla. Egy pötty ragasztó. És már kész is. Ez a répaor is egyébként többféle méretben van. Hogyha megnézed az első hóembert, akkor annak ilyen hatalmas répaorra van. Ennek lényegesen kisebb. Szemek, jól gondolom? Igen, jöhetnek a szemek. A jól ismert strasszokat fogod felhasználni? Fekete strasszt választottunk. És mivel nem készítettem ide folyékony ragasztót, így a ragasztó pisztollyal csak egy icipici pöttyöt helyezek a hungarocel golyóra hurkapálcával, és a straszt rátesszük. Na, már egy szeme van. De ezt természetesen lehet festeni, rajzolni, mozgószemet is, igen. De ezek a fekete strasszok nagyon szépen fénylenek. És akkor egy pár gombot is ragasszunk neki, ugyanebből a strasszból. Ezek egyébként öntapadó strasszok, de én biztosabban használom őket úgy, hogy újra vannak ragasztva. Egy pici ragasztó. És picit még beszéljünk az alapról, a hóember alapjáról, a hungarocel gömbökről. Ugye ez nyilván karácsonykor tökéletes karácsonyi dísz alap, de talán az ilyen kis figurák, állatkák elkészítéséhez is a legjobb lehet. A hungarocel gömböket nagyon szeretjük, nagyon sokféleképpen lehet őket díszíteni. Sokféle felhasználási módját ismerjük, akár a szalvéta technikát, akár a mintalyukasztóval való formákkal való díszítést, vagy
nagyon szeretjük, amikor szallagokkal van díszítve. Ez az articsóka technika, ez nagyon közkedvelt. Timi, jó lesz így? Igen, nagyon bejös. Ha valaki hiányolná a kezét, akkor menjen ki az erdőbe, gyűjtsön picike gajakat és szúrja bele. Annyira ne hiányol, majd mindjárt szúrunk neki. Jó. Kész a hóember. Igen. Jöjjön a legnagyobb dekorációs elem, méghozzá ez a hatalmas kopaszfa. A kopaszfának először szikével vágok egy lukat, amiben könnyen be tudom helyezni. Ezt is természetesen ragasztó pisztollyal rögzítjük. És még ide hátulra is nyomok. És azok a nézők, akik egyébként követik a rendszeres Facebookos élő közvetítéseket, azoknak a kopaszfa motivuma már ismerős lehet, hiszen ősszel már készült ebből. Igen, ősszel debütált a kopaszfa, de azt ígértem a lelkes követőinknek, hogy ezt minden évszakban meg fogom mutatni, hogy milyen klasszú fel lehet használni, úgyhogy ez a téli verzió. Oké. A következő, amit tegyünk bele, az legyen a hóemberünk. Igen. Mondjuk ezt tegyük a másik oldalra, mint azon van. Így. Igen. És van nekünk Timi szuper jó kis kerítésünk. Igen. Ezt a fehér kis kerítést méretre el tudjuk vágni. És azt mondjuk el a nézőknek, hogy azért bensz vele ilyen könnyedén, mert hogy dróttal vannak összefonva végül is ezek a kerítéselemek. Tehát bárhogy formálható. És ezt is ugyanígy, mint a szallagot hátulról indítom el. És itt a kerítésnek ezeket a kis alsó deszkácskáit fogjuk ragasztani. Körülbelül itt lesz a fele. Ezt egy jó csípőfogóval elvágjuk. És akkor nem mindegyikre, de néhány kerítés lécnek az aljára teszek ragasztót. Milyen, Timi? Nagyon aranyos, mert most. Olyan kis hangulatos ettől a kerítéstől, igaz? És tényleg jó ez a kék szín. Mit rakunk még ebbe a kis kertbe? A fenyőfákat, illetve a lámpákat. A nagyobban? Először a nagyokat, igen. Oké. Okay. Így fog kinézni, csak ettől még sokkal szebb lesz, ugyanis fel is díszítjük. Mégpedig, amit használunk hozzá, az a karácsonyról megmaradt hópaszta. Ezek jó gondolom a fákra fognak kerülni, ugye? Ahogy igen, igen. Is. Ugye a hópaszta az az anyag, ami a felvitelt követően meg fog száradni kőkeményre, és nagyon jól lehet vele imitálni a havat, és ilyen oldalazó mozdulatokkal kell szépen felvinni a különböző felületekre. Nagyon ügyes vagy, Timi. És nagyon szép havat szeretnénk, akkor még egy kis csillámport is tehetünk bele. Majd ezt teszünk is. Teszünk is bele.
csillámport is, így a gallyakra is ráültetjük a havat, mint a valóságba. Egyébként a hungarocel gömböket is bevonhattuk volna teljesen a hópasztával, és akkor... Teljesen más textúrájú hóembert kaptunk volna. Már gyorsan be kell szórnunk tenni a csillámporra. Nagyon gyorsan tenem a hópasztát, hogy a nagy fán nehogy megszáradjon. Na, ti mindjárt kész vagyunk a hópasztával. Lassan el is fogy a tavalyi maradék. Azt majd összeszedjük. Még hátulról is. Nézőknek, hogy hátulra is kerüljen hópaszta is, ugyanúgy, ahogy lefestettük hátulról is a kellékeinket. Igen, igen. Hát már úgy szép, nem, Tini? Na, akkor jöjjön a várva vár csillámpor. Irizáló csillámpor. Télen ez a kedvencünk. A hópasztába beleszórva olyan lesz, mint a frissen esett szikrázó hó. A nagy-nagy hidegekben. A csillámpor szóráshoz mindig tegyünk a díszítendő felület alá egy papírlapot, és akkor a maradékot azt még fel tudjuk használni, ami ráhullik. Na, látszik, hogy csillog. Igen. És ugyan többször elmondtuk, mert de ismételjünk, hogy a csillámpor nem csak hópasztára lehet szórni, de bármilyen festett, vagy éppen nedves felületre, amin ha megszárad, akkor ott is marad. Jaj, de szép. Igen. Hát újra is szórunk egy kicsit. Ide már nem olyan sokat, de azért szórjuk meg. Mindjárt megmutatjuk, hogy eddig hol tartunk. Már majdnem készen vagyunk, viszont még az alsó részt azt mindenképpen díszítsük. Nagyon-nagyon szeretjük télen a vattát használni, Timi, a hófehér pihepuha vattát. Az egészet adjam, vagy inkább? Hát csak egy darabot kérek belőle, így mondjuk. A vattát azokat ilyen jó nagy darabokra meghagyom, és szépen beigazgatom őket a fenyőfák közé. Nem nyomdosom túlzottan le, hogy megmaradjon ez a frissen esett hó hatása. Ugye ez a másik legjobb módszer a hó imitálására. A hány felület szerintem attól függ, hogy melyik a legjobb hozzá. De a vattát azt ugye nagyon szeretem ilyenkor télen, akár az ajtódíszekhez, vagy asztaldíszek készítéséhez is ilyen kisebb felületek kitömésére nagyon jó. De például az adventi koszorú, amit készítettünk, ugye a szarvasos, az is tele volt csupa vattával, és mégis mennyire szép volt. A vatta jó dolog. De nem akármelyik vatta. Aztán mindjárt felvonultatunk még egy párféle havat. Itt a vatta. Amit tavaly nagyon-nagyon megszerettünk, igen, az a nyúlós hó. A nyúlós hó az szintén ragasztópisztollyal fel tehető, de akár folyékony ragasztóval is lehet rögzíteni. Igen. Sőt, hogyha elég gyorsak lettünk volna, akkor a hópasztába is bele lehetett volna nyomdosni. És itt kisebb-nagyobb felületeken ezt használom. Hogyha ezt a sokféle havat mindegy alkotáson belül használjuk, akkor nagyon-nagyon különleges hatást tudunk vele elérni. És amíg a vatta inkább a nagyobb felületek eltakarására alkalmas, addig ez a típusú műhó az ilyen aprólékos részletes
dolgokra. És nagyon kevés kell belőle, ahogy látom. Igen, és majd mindjárt ezt is még széthúzom, csak ami a kezemben van, azt felhasználom. És akkor most pedig a hurkapálca segítségével ilyen egészen vékony szálakra széthúzom. Ezt a műhavat mindenki nyúlós hóként ismeri. Még egy pár darabkát felteszünk belőle, aztán ismét következzen egy másik fajta műhó. Mert hát van még nekünk. Hogy tetszik, Timi? Nagyon tetszik. Tényleg olyan kis bájos és egyszerű alkotás. Megnézzük. A ragasztókat leszedjük. Ehhez is jó a hurkapálca. Na, mondjuk, hogy leszedtük a ragasztószálakat. És mi az a másik típusú hú, amit emlegettél? A porhó. Ez újdonság. Ez ilyen műanyagos, de viszont gyönyörű szépen szikrázik, és ezzel a vatta tetejét, mint a porcukrot, meg lehet szólni. És nagyon élethű egyébként. A hóember sapkájára is szól. Na, szuper. És ebből is tényleg csak egy nagyon kevéske kell. És még szerintem egy picit tapad a hópaszta is, hogy még abba is egy picit bele tudunk szórni. Igen. Akkor a következő. Biztos maradtak otthon karácsonyfa gömbök. A karácsonyfa gömbökből is egy-kettőt, hogyha fehérek. Beletehetünk az alkotásunkba. Nem is kell beleragasztani, csak így a vattába beledugdossuk őket. Használhatunk pomponokat. Használjunk. A pomponokat én nagyon-nagyon szeretem. Most a nagyfától nem sokat látok, de ezeket is csak így rádobáljuk. Kisebbet, nagyobbat. Ennyi szerintem pont elég is. Igen. Akkor, amit még fel tudunk használni, bár ez nem hó, de majd még lesznek hópelyhecskék, ilyen akril darabok, viszont ezek olyan gyönyörűen csillognak, mint a jég. Egy párat ebből is belehelyezhetünk. Ezt érdemes ilyen nagyobb, kisebb, de nagyobb kupacokba használni, akkor mert így látványosabb, igen. És ott a többi tégelyben lévő ilyen üvegszerű valami is ugyanaz? Abból is teszünk, például ebből az ezüstből, mert ez nagyon-nagyon szépen csillog. De jó. És a nagyobb darabokra egy picit rászórok, így már is látványosabb. És ez ugyanaz az akrilanyag, csak kisebb. Igen, és egy picit ezüst. Most megnézzük. Még ebből a, van még kis üveg gömbünk van. Még ide hátrébb egy párat beleteszek.
Illetve még a pomponból is egy. Egyet-kettőt ide. És még egy üveg gömbünk megmaradt. Ezt is még ide bedugom. Igen. És lassan a végéhez érünk. De hópehely az kell. De hópehely az még legyen. Ezek ilyen csillámos dekorgumi hópehelyhecskék, és ezeket is egy pöttyintés ragasztóval feltehetjük a, a faágakra. Ezek ilyen csillámos dekorgumiból vannak kivágva, ezek a hópehelyhek. Mintalyukasztókkal is készíthetünk ilyet, viszont ezek már nálunk előre le vannak gyártva, ezzel megkönnyítve a munkát. Nagyon sokféle méretben, ugye? És különböző hópehely formákban. De ez, amit választottál, tökéletesen illik az alkotásunkhoz. Tegyünk egyet a hóember sapkájára, a másiknak is van. És hópehelyek helyett én ide pomponokat teszek a fák tetejére, a másikon úgy emlékszem hópehelyek vannak, ezen legyenek pomponok, különböző méretűek. A kicsikre tegyünk kicsit. Már mégse legyen a kettő teljesen ugyanolyan. Mindenki választhasson, hogy neki melyik tetszik jobban. És ezeket a kis filchópályheket nagyon szeretem. Tegyük ide a sapkakötőnek a végére. Picit beljebb ragasztom. És készen vagyunk. De mutassuk meg a nézőknek is. Egyszerű, nagyszerű, gyorsan elkészíthető. És nagyon mutatós. Most minden maradékot fel lehet hozzá használni. Gömböt, hópasztát, maradék szallagot. A nézőknek köszönjük, hogy velünk tartottak. Induljon önöknél is kreatívan az új év. Alkossanak egyszerűen nagyszerűt, várjuk önöket legközelebb is.